nagyon fontos, hogy a történelem ne ismételje meg magát, ezért tehát minél több embernek el kell mondanunk és el kell jutni minél több emberhez, hogy 1944. augusztus 2-án mi történt. Pontosan az történt, hogy több mint 3000 romát végeztek ki egyetlen egy éjszak alatt, abból az okból kifolyólag, hogy érezték, hogy közelednek a megszálló csapat, illetve az ellen csapat, az amerikaiak és az oroszok, és ezért úgy gondolták, hogy felszámolnak minden olyan dolgot, ami esetleg hírmondók lehettek, és elárulhatják, hogy mi történt a haláltáborokban, és így úgy gondolták, hogy felszámolják ezt a holokauszt tábort is, amivel romák voltak, és több mint 3000 romát végeztek ki egyetlen éjszak alatt. Hiába volt ellenállás, vascsövekkel és egyéb, ami kezükbe került, de ugye géppisztolyokkal szemben nem volt esélyük. Tehát ezért 1972 óta világkongresszuson úgy döntöttek az akkori roma vezetők, hogy minden év augusztus 2-án holokauszt emléknapja fog lenni. Így Magyarországon is több helyen megemlékezünk augusztus 2-án erről a napról. Így Nagykanizsán volt az első megemlékezésünk ebben az évben, július 30-án, és azt követően pedig jó magam elmentem a központi megemlékezésre Auschwitzbe, ahol szintén egy beszédet mondtam, és ott is kiemeltem, hogy az emlékezés milyen fontos, és milyen fontos, hogy minél több iskolába és fiatalhoz eljusson az a gaztett, amit elkövettek akkor a náci népírtók, és ma pedig itt Galambokon hasonló megemlékezés volt, és annak örülök, hogy romák és nem romák vegyesen voltak itt a településen, ahogy egyébként Nagykanizsán is, és természetesen Auschwitzbe is ugyanez volt a kép. Ez azért fontos, mert nagyon szomorú lenne, hogy csak mi romák emlékeznénk meg az akkori náci népirtásról. Nagyon fontos, hogy legyenek itt azok, akik egyetértenek velünk, hogy ilyen nem fordulhat még egyszer elő. Tehát azért a nem romáknak is nagyon örültem, és sőt, kimondata örültem azért, hogy itt jelen voltak. Itt is, és mint ahogy Nagykanizsán és polgármester urak nagyon jól elmondták, hogy valóban oda kell figyelni arra a lángra, ami nem szabad, hogy kialudjék azért, hogy történjen még egyszer ilyen esemény. Ezért tehát én azt gondolom, hogy a városban éppen a település első embere itt Galambokon nagyon fontos mondatokat, jelzéseket intézett a romákhoz és a nem romákhoz, hogy valóban elítéli a szélsőséges gondolkodást és a szélsőséges elemeket. Ezért tehát nekünk, roma vezetőknek is meg kell mindent tennünk, hogy ebben az irányba mozduljunk el, hogy minden együttműködést vegyünk komolyan település önkormányzatok részéről, illetve polgármesterek részéről, és minden erősebb szoros kapcsolatunk legyen annak érdekében, hogy a szélsőséges elemeket, hogyha vannak, vagy nézeteket vissza tudjuk szorítani.